Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Nadine vagyok, nemzetközi jósnő és médium. Nagy örömömre Galgóczi Dóra elfogadta a hívásomat a mostani adásomban is. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és a következő egy nagyon érdekes témáról szeretnék veled beszélni, hogy ne hajszoljuk magunkat túl, menjünk a tökéletesség felé, tehát itt a perfekcionizmust szeretném egy kicsit előtérbe hozni veled, hogy mi a véleményed ezekről a dolgokról, hol hibáznak az emberek, mivel lehet ezeket kezelni, illetve te, mint szakember, miket javasolnál, hogy az emberek kicsit nyugodtabban tudja élni az életét. Mondhatni az, hogy legyél csak elég jó, de nem a tökéletesség felé menjünk el. Így van, szeretettel köszöntelek és a kedves nézőket is. Magamon is tapasztaltam, és akik hozzám fordulnak, akár mint természetgyógyászhoz, akár mint regényíró, újságíróhoz, nagyon nagy csapda ez a maximalizmus hajszolása, és nagyon könnyű beleesni. Mert most, ha először az egészség részét nézzük, ugye rengeteg információ ér bennünket, és természetesen törekedjünk arra, hogy egészségesebben étkezzünk, sokat mozogjunk, próbáljuk meg valahogy a stresszt jó módon kezelni, de hogyha átesünk a ló túlsó oldalára, és nagyon szigorú szabályok közé szorítjuk magunkat, az visszaüthet. Igen. Egészségnél álljunk meg. Tehát amiről szeretnék majd veled beszélni, az egészségről, a párkapcsolatról, és ha belefél az adásunkba, mert ez a 25 perc azért ez kevés, mi a gyerekekről is, jó? Tehát először kezdjük az egészséget, tehát mi az, ami fontos lenne itt most, amire én gondolok, akár a mozgás, akár az étkezés, akár az, hogy maga az életmódváltás, hogy egy kicsit tudjuk bevinni az életünkbe, hogy ezekről mondjál, légy szíves, pár szót. Tehát én erre lennék kíváncsi, illetve a kedves nézők is. Én mindig arra szoktam biztatni a többi embert, hogy találja meg a személyére szóló életmódot, ami neki jó. Tehát aki hozzám jön, annak sem egy sémát mondok, vagy egy kaptafát, amit követnie kell, hanem amiben ő jól érzi magát, és ami az ő szervezetének, a mentális beállítottságának jót tesz. Hogyha mozgást nézzük például, hogyha valaki egész életében nem sportolt, akkor ne úgy kezdje, hogy most akkor 2 hónap múlva le akarom futni a maratont, vagy nem tudom, milyen kigyúrt bodybuilder szeretnék lenni, hanem fokozatosan. És akkor itt is ezt a elég jó szabályt szem előtt tartva, mindig magunkhoz képest akarjunk egy picikét előrelépni, de ne olyan magasugró lécet tegyünk magunk elé jelképesen, amit biztos, hogy leverünk, mert akkor csak egy kudarc élmény lesz belőle. Táplálkozásban ugyancsak, hogyha valaki már eddig is odafigyelt az egészséges étrendre, akkor csak egy pici módosításokra van szükség. De hogyha gyors éttermi ételeken élt, meg félkész mikrózható ételeken, akkor biztos, hogy nem fog egyik napról a másikra minden nap lelkesen céklalét préselni magának, bioélelmiszereket venni. Persze jó, hogyha így van, csak nem valószínű, és akkor neki se ez legyen az elvárás, hanem kicsi módosításokat fokozatosan építsen be az életébe. Hogy hol látom, Dóra, hibát az embereknél? Gyorsan kitalálunk valamit, gyorsan rákészülünk arra, hogy szeretném az életemet megváltoztatni, és abban a pillanatban, hogy ez a gondolat jött, általában az emberek hétfőn kezdik el a változást, mert a hétfő az a kezdés napja. Én szerintem, hogy péntek ugyanúgy, mert pénteki nappal is bármit el lehet kezdeni. Azt látom, hogy nem ad az ember saját magának időt. Tehát nagyon sok esetben. Itt áttérve a táplálkozásra is, tehát gyors éttermi kajából egyből nem leszünk vegetáriánusok, mert azt tudjuk, hogy nem biztos, hogy át tudunk úgy térni, illetve az edzéseket, a mozgásokat. Én elmondom, nekem nagyon sokan mondják, hogy menjél már ki Nadine futni, mert akkor jobban tudnál fogyni. Hát nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, egyetlen egy problémám van, térdüzületes vagyok, tehát én nem biztos, hogy annyit tudok majd futni, illetve majd, hogyha én futni akarok, akkor majd én azt mondom. Nekem sokkal jobban bejönnek az egyénre szabott programok, illetve az, hogyha, csak mondok egy példát, hogy az izületem ne legyenek leterhelve. Én úgy gondolom, hogy ezt személyre szabottan kell csinálni, Dóri, nem? Tehát ez mindenki maga válogatja ki, illetve az, hogy heti hány alkalmat szoktál javasolni? 2-5 alkalmat? Vagy hogy mozogjon? Kezdetben, ha már 2-be építhető, már az is jó, de azért a 3 lenne az ideális, de hogyha valaki mondjuk egy nagyon aktív, pörgős típus, akkor akár a heti 5 is beleférhet, csak az ne legyen mondjuk mindegyik ilyen nagyon maximálisan túlteljesítő edzés, hanem mondjuk lehet 3 erősebb, akkor 2 lehet egy kis gyors gyaloglás, vagy valamilyen aerob edzés, de fontos, amit mondtál, hogy mindig személyre szabott, és hogy ne legyünk türelmetlenek önmagunkkal szemben. Tehát most hiába látunk meg egy csodaszép
szép modellt, akkor ne higgyük azt, hogy most szerdáról csütörtökre mi olyanok leszünk, mert akkor tuti, hogy kudarc lesz a vége, hanem mondjuk kitűzhetjük azt, hogy 2 év múlva lefogyok, nem tudom, 5 kilót, vagy tényleg ez a heti fél kiló fogyás, ez egy ideálisnak tartható, vagy aki hízni szeretne, annak is. És akkor, hogyha ezekre a pici célokat mindig elértünk egy állomást, akkor jutalmazzuk meg magunkat. Szerintem ez is fontos, hogyha nem kell annak tárgyi jutalomnak lenni, hanem akkor megengedem magamnak, hogy mondjuk megnézem azt a filmet, amit már régóta tervezek, és akkor tudom, hogy ezt elértem, kipipáltam, jöhet a következő állomás. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy egy kicsit menjünk bele itt még egy pár percbe itt a étrend kiegészítőkbe. Mert itt nagyon sokan úgy vannak, hogy elkezdenek enni, elkezdenek sportolni, de ők akkor is a tökéletességre törekednek, és gyorsan magból dobálnak mindent. Na most ugye csak mondok jó pár példát, azért nem biztos, hogy jót tesz a szervezetnek, hogyha magamban öntök egy marék kapszulát, mert hogy azt mondták, hogy ez a legjobb trendi, ettől tudsz fogyni, erősödni, alakulni, stb. Igaz, hogy az emésztésednek jót tesz, hogy mit javasolnál ilyenkor, hogyha valaki ebbe az irányba akarna elmenni, mert annyira tökéletesen akar megcsinálni mindent, akár mint egy bodybuilder, akár mint egy hivatásos sportoló, aki már kis pöttöm korától erre készül, de azért egy 40 éves ember, amikor elkezd sportolni, aki nem sportolt 20-30 évig, azért az leterheli a szervezete, akár a kapszula, akár az erős sportolás is. Persze, mert hát az étrend kiegészítőnek a kiegészítőn van a hangsúly, tehát az is egy csapda, hogy ne ígyük azt, hogy leveszi a vállunkról a felelősséget, hogy most már akkor bárhogy étkezhetek, nem kell sportolnom, hanem ha beveszem ezt vagy azt, akkor izmos leszek és egészséges, hanem inkább azokat a pici hiányosságokat tömjük be ezekkel a tablettákkal, a kapszulákkal, lehetőleg természetes forrásból, ami jól felszívódó, amiket nem tudunk táplálékkal bevinni még akkor sem, hogyha nagyon próbálkozunk. De az biztos, hogy azért ezeket a kiegészítőket is ki kell választani a szervezetnek, tehát ahogy mondta, túlterheli, hogyha mondjuk 2 marékkal beveszünk minden nap, hanem itt is nagyon fontos a személyre szabottság. Lehetőleg menjünk el egy szakemberhez, lehet az orvos, természetgyógyász, vagy mind a kettő leginkább, aki megállapítja, hogy nekünk mi a jó és mire van szükségünk, mert lehet, hogy valakinek nagyon jót tesz egy adott termék, de lehet, hogy a másik embernek van például egy olyan krónikus betegsége, amire szed egy gyógyszert, és az pont nem kompatibilis azzal a táplálékkiegészítővel. Szerintem találjunk meg néhány fajtát, ami nekünk jó, és ami belefér a költségkeretbe. Tehát soha nem szabad olyat javasolni egy páciensnek, hogy olyan költségekbe verje magát, amit nem engedhet meg magának, mert akkor jön a lelki furdalás, hogy úristen, ha nem tudom megvenni, akkor nem tettem meg mindent az egészségemért, de megtud, mert általában ugyanazok a dolgok egy alacsonyabb költséggel is kihozhatok, csak jobban körül kell nézni. Uh-huh. Dori, megpedzegetnék egy-két olyan témát, ami lehet, hogy sok embernek kinyitja a szemét. Sok esetben látom, hogy ugye a hölgyek nagyon csinosan akarnak kinézni. Hát ugye most átmentünk az egészségen, tegyük föl, még sikerül neki elmenni konditerembe, és bombázóan akar kinézni. Ez nagyon szép, nagyon jó. 20-30 évesen, 40 évesen, de nagyon sok esetben látom azt, hogy valaki 50-60 éves. És annyira diszharmóniát visz be az egészségébe, a szépségével, hogy csak mondok valami, gyorsan elmegyünk orvoshoz, botoxoltatni, ezt csináljuk, azt csinálni, amit én azt gondolom, hogy egy nagyon jó, hogy ezt az orvostudomány föltaláltam, mert nagyon szépek, hogy tudnak lenni a hölgyek. Fantasztikusan segítenek azon, hogy ugye átműtetik az emberek magunkat, viszont ami nekem nem tetszik, hogy egy 60 éves miért akar 20 évesnek kinézni. Tehát mindegyik kornak megvan, én úgy gondolom, a saját szépsége. Tehát mi azért egy 40-es korosztály vagyunk, ez ugye egy nyitott titok, mondhatom úgy. És én úgy gondolom, hogy nem kell magunkat elásni, mert szépek vagyunk, jók vagyunk, okosak vagyunk, kicsikét. Én úgy gondolom, hogy a közép rétegbe bőven beleférünk, de aki már, bocsánat, beteszi ezt a diszharmóniát magadba az életébe. Erről neked mi a véleményed, hogy lehetne ezeket hogy megtaláljuk azt a középutat, az arany középutat, hogy 60 éves is vagyok, vagy 50 éves is vagyok, csinos vagyok, jól vagyok, de ne vegyem föl, csak mondok valamit, a halvány rózsaszínű, hogy mondják ezt a bojtos papucsomat, meg a kis tűruhámat, meg a mini szoknyámat, meg stb., ami, bocsánat, tényleg csak a popsunkat akarja, hanem találjuk meg azt a középutat, hogy mit javasolná ezeknek az embereknek, és itt most nem arról van szó, hogy én most ezeket az embereket le akarom értékelni, az önbecsüléseket lehúzni, hanem az, hogy
a nő, illetve a férfi legyen a korához képest szép, érted? Hogy találja meg ezt a harmóniát magába. Pontosan, nem véletlenül írtam korábban egy könyvet is erről, mert nagyon sok ember üldözi ezt a fiatalságot abban az életkorban, amikor még ő harmóniában tudna lenni a saját életkorával, és egy szép, kellemes benyomást tudna kelteni. De hogyha a hátulról ránézel valakire, akiről úgy látod, hogy, ahogy mondtad, ebbe a pink öltözetben létezik, meg platina szőkére festett hajjal, megfordul, és látod, hogy 20 évvel idősebb, mint amit gondoltál volna róla, akkor biztos, hogy nem kelt egy jó benyomást, csak szegény, ezt nem tudja megítélni. Tehát szerintem az fontosak a megerősítések, mert emögött mindig egy kisebbségi érzés rejtőzik, ez a sosem vagyok elég jó érzése valószínűleg már gyerekkortól. Lehet, hogy már a szülei mindig nyomták egy tökéletesség felé, és ő azt hiszi, hogy így tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak, csak sajnos ez pont fordítva sül el. Szerintem fontos, hogy hasonló korúakkal legyen valamilyen közös elfoglaltság, lehet ez egy tornaklub, vagy egy akármilyen beszélgető társaság vagy piknik, ahol ő jól érzi magát és felszabadult a saját korosztályában, akkor viszont olyan visszajelzéseket kap, hogy ő elég jó ebben az életkorban is, és akkor már nem lesz benne az a vágy, hogy fiatalabb legyen, vagy ne legyen benne egy veszteségérzés. Lehet, hogy ő például úgy érzi, hogy fiatal korában nem tudta annyira kihasználni az életet, mint szerette volna, viszont akkor most kell megpróbálni kibontakozni. Én ismerek olyan embert, aki 60 évesen kezdett el gyönyörűen festeni. Tehát neki például ezek egy visszajelzések, hogy ő ezt kiposztolja, szereti, kedveli, galériát nyitott már, járnak hozzá. Szóval, hogy találjunk olyan életterületet, amiben most is elég jók vagyunk, és akkor már nem lesz az, hogy a külsőn kell próbáljuk kompenzálni. Uh-huh. Dorított, hogy az, ami nekem érdekes ezeknél az embereknél, hogy teljes pánikban vannak. Tehát tényleg itt pótolni akarnak valamit az életükből. Nagyon sok hölgynél, és itt most egy kicsit a hölgyekre térnék vissza, hogy tegyük föl, benne voltak egy házasságban 20-30-40 évig, kiszabadulnak a házasságból, és szó szerint, mint a megvadult lovak, mennek kifele a mezőre, ugrálgatnak, jól érzik magukat, csak azt elfelejtik, hogy ő nekik eltelt az idejük. Tehát én még mindig nem leírni akarom őket, hanem beletenni abba a közegbe, ahol az ő helyük van. Nagyon sokan letakadják a saját életkorukat. Tehát nekem nem egy ügyfelem van sajnos, illetve hát nem sajnos, nagyon jól néznek ki, gyönyörűek, csinosak, nagyon ápoltak. Nem merik bevallani a saját korukat, hanem inkább letagadják. Én meg pont afelé irányítom őket, hogy figyelj ide, hát hogyha valaki így néz ki, mint te, ennyire gyönyörű, ennyire csodálatos, én mindenféleképpen fölvállalnám a saját koromat, hogy én ennyi vagyok, ha jó, jó, ha nem, nem. És azt mondják, hogy azért nem merik fölvállalni, mert a férfi elítéli őket. Én szerintem ez egyáltalán nem így van. Én sem hiszem, mert szerintem pont arra legyen büszke, hogy ő x évesen így néz ki, és ő ezzel rengeteget tett. Nyilván odafigyelt az étkezésére, mozgott, megválogatja, hogy milyen ruhákat hord, és erre inkább büszkének kéne legyen, mint hogy szégyelni. Ez egy ilyen borzasztó rossz berögződés a társadalomban, hogy ha fiatalságot egyenlővé tesszük azzal, hogy jobb valaki, egyáltalán nem, mitől lenne jobb. Sőt, egy ráncos, bölcs öreg néni olyan élettapasztalatot és olyan szeretetet hordoz magába és adhat át másoknak, ami nem pótolható mással. És ő viszont erre legyen büszke. Persze könnyű azt mondani, hogy ha valaki már beleesett ebbe a csapdába és nehéz ebből kimászni, de érdemes kipróbálja magát akkor egy más szerepben. Hogy vajon mi történik? Leszakad-e a plafon, hogyha én bevallom, hogy ennyi éves vagyok, egyáltalán nem, és meg fog lepődni, hogy mennyire jobban nyitnak felé az emberek. Uh-huh. Hogyha ő azt sugározza, hogy én jól érzem magam ott, ahol vagyok, mert ez szerintem a legfontosabb, akkor szinte lehet bármilyen ruha rajta, vagy nézhet ki bárhogy, hogyha ő jól érzi magát abban a szerepben, abban a helyzetben, amiben létezik, akkor egy harmóniát bocsát ki mások felé, és ugyanezt fogja visszakapni. Igen, én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy az emberek tudják saját magukat fölvállalni. Önértékelés, önbecsülés, önérvényesítést is tudjanak létrehozni. Én szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy tudjam azt, hogy ki vagyok én valójában. Tudjam azt, hogy hova pozícionálom magamat a mai társadalomban, és hogy ne legyen az, hogy leértékeljük saját magunkat, mert mindenkinél van szebb, jobb és gazdagabb, és mindenkinél van ugye sajnos a negatív irányból is jellemző. Tehát, hogyha én elégedett vagyok a saját életemmel, saját magammal, akkor én úgy gondolom, hogy tudok én elég jó lenni a saját életemben. Tovább lépnék egy bizonyos fokkal, illetve egy bizonyos szinttel. Munkaalkoholizmus. Szintén jön. Maximálisan akarok teljesíteni, én vagyok az, aki tökéletességet csinálok, tökéletességet várok el, tökéletességet akarok adni,
És ezt azt látom az embereknek, hogy beleroppannak. Hogy erről egy kicsit beszélgessünk, mert nagyon-nagyon úgy mondván a társadalomnak a 90%-a ebbe beleesik, és a 90%-án ez borzadály, hogy mentális problémák jelentkeznek, amikor már nem tudják azt a szintet teljesíteni, amit saját maguknak kitűznek, vagy akár a főnökség kitűz nekik, hogy beleroppannak. Erről egy kicsit beszélj, Dóri. Igen, nagyon-nagyon azt sugallja a környezetünk, hogy mindig jobbra és jobbra többre törekedjünk, csak az a baj, hogy minden lépcsőfoknál lesz még egy, amit el akarunk érni, még egy felsőbb, és sosincs az, hogy akkor föllélegzünk, hogy most így jól vagyok. Akármennyi jó fizetése lehet valakinek, akármennyi ügyfele lehet, hogyha benne van ez a perfekcionizmus, akkor biztos, hogy soha nem lesz elégedett, és állandóan hajszolja magát a végtelenségig, és ez a családja rovására mehet, a baráti kapcsolatai rovására, már nem tud pihenni, nem tud elaludni, mert már este azon pörög az agya, hogy másnap mit kell csinálni. Utána nem tudja maga mögött hagyni a munkahelyi dolgait, hogyha hazatér, hanem hazaviszi, ideges, fáradt, feszült. Elég nehéz középutat találni, mert ugye azt sem mondhatjuk, hogy most akkor én kiszállok erről a vonalról, és akkor nem érdekel semmi, elmegyek az erdőbe remetének, vagy pedig beledarálódok ebbe. De azért szerintem lehet ügyesen lavírozni, hogyha azt mondjuk, hogy itt sem akarok elég jó lenni, nem én akarok lenni a legjobb a szakmámban, vagy ha legjobb akarok lenni, akkor annyit teszek meg, ami tőlem telhető, de nem ember felett, és hagyok magamnak időt a feltöltődésre, mert ebbe az a visszaütő, hogyha nagyon-nagyon hajszolja magát az ember, már nem tud önmagából adni. Ez mondjuk a segítő foglalkozásúaknál pláne egy nagy veszély, hogy ha mondjuk több vendéget vállal, mint amennyi belefér, amennyit adni szeretne, akkor már egyszerűen nem tud rajtuk segíteni, mert már a saját energiái lesznek annyira leszívva, hogy nem tudja másokat feltölteni. Így van, így van. Tehát én saját tapasztalatból látom, hogy volt egy idő, amikor tényleg reggeltől estig telé volt a naptárom, és most ezeket az embereket lecsökkentettem. Tehát az a minőségnek a rovására megy, én úgy gondolom mindenféleképpen, és itt, hogyha nem is a minőség rovására megy, mert ott abban az élethelyzetben, abban az időszakban, hogy az ember tudja kezelni, és tud odafigyelni az ügyfeleire, vagy a vendégeire, de sajnos utána biztos, hogy máshol lecsapódik, tehát ez akár egy magánéletben, akár egy családi környezetben. Én úgy gondolom, meg kell találni ezt az arany középutat, és alkalmanként kell tudni nemet mondani, kell tudni visszavonulni, és a legfontosabb az embernek saját magára időt szakítani, feltöltődni, utcadában menni, relaxálni, bármi, ami töltheti az emberiséget. Én ezt így gondolom. Az nagyon fontos ez a nemet mondás, mert sokszor vagy azért nem mondunk nemet, hogy ne szeressenek minket, tehát hogy mindenkinek meg akarunk felelni, mindenkivel jóba szeretnénk lenni, vagy pedig azért nem mondunk nemet, mert azt hiszük, hogy akkor mi kevesebbek vagyunk, nem teljesítettünk elég jól, hogy a saját érdekünkben mondjuk ki azt a nemet, hogy mi többet tudjunk utána adni, és igenis szükségünk van arra az én időre, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, mert pont akkor fognak összecsapni, hogyha még betegen is bejárunk dolgozni, még egy lapáttal ráteszünk, és egy idő múlva már túlcsordul az a pohár, és akkor most már valami betegséggel fog esetleg figyelmeztetni, hogy hopp, stopp tábla, ágyhoz vagy kötve, de inkább ne várjuk meg ezt a betegséget, hanem amíg még úgy érezzük, hogy egészségesek vagyunk, addig kell időt szakítani arra, hogy fel is tudjunk töltődni. Így van, így van. Dóri, pár percünk maradt még az adásból. Én szeretném, hogyha még egy picit a gyereknevelésbe érintenénk ezt a, hogy a szülőknek az elvárása a gyerekek részére. Tehát valaki nagyon lazán kezeli a gyermeket, az, hogy jó van gyerekem, nősz majd, mint a gomba kint az esőben, de van az a típusú szülő, aki annyira magas elvárásokat tesz a gyermek elé, hogy szinte a gyermek belé is roppan ebbe az egészbe, hogy a gyermeknevelésnél ezt a perfekcionizmust, hogy lehetne kihúzni, vagy hogy lehetne kilőni, hogy megtaláljuk azt az arany középutat, ami kell egy gyermeknek, illetve a családban. A minta itt a legfontosabb, mert általában már úgy kezdődik, hogy még nem is a gyerek elé teszik az elvárást, hanem maguk elé, még ugye még pici babáról van szó, hogy majd mi mindent szuper jól fogunk csinálni. Egy picit az én szüleim is ilyenek voltak, de utóbb rájöttek, hogy ez hiba volt, és most már mondják, hogy én ne ilyen legyek, hogy nem szabad teljesen tökéletességre törekedni, akármit mondanak a szakkönyvek, az csak egy szakkönyv, meg akármit mond a doktornéni, azt úgy meghallgatjuk, és szűrjük le belőle, ami a mi szitánkon így átfér.
az is egy csapda, hogyha rengeteg fórumot olvasgatunk, és akkor az egyik ezt mondja, a másik azt tanácsolja, a végén már azt se tudjuk, hogy mit csináljunk, akkor egy kicsit inkább befelé kell fordulni, a gyerekre figyelni, magunkra figyelni, és akkor ez a kölcsönhatás, ez biztos, hogy sokkal jobb dolgot fog szülni. Később meg hát az is elég nehéz, hogy mondjuk az iskola rendszer is egyre inkább versenyistáló, és most akkor döntsünk úgy, hogy igen, beletesszük a gyerekünket, és nyomjuk, vagy kivesszük belőle, és azt mondjuk, hogy jó, nem baj, hogyha te csak közepes vagy, inkább legyél gyerek. Szerintem hát itt is valahogy egy kicsit lavírozni kell, hogyha mondjuk egyszer nem készül el az a gyerek a házi feladatával időben, és én megírom helyette, nem dől össze a világ. Akkor hagyjuk egy kicsit inkább aludni, játszani. De azért persze ne legyen az, hogy mondjuk az iskola az nem érdekes, hanem itt is mindig figyeljük szerintem a gyerek reakcióit, hogy ő most szeretne külön órára járni, de akkor azt tényleg lelkesen is csinálja, vagy csak azért, mert a Julika meg a Marcs is jár, és akkor nekem is kell. Tehát a többi szülőnek sem szabad az elvárásait úgy magunkra venni, mert nem biztos, hogy mi az a család vagyunk, mint a másik család. Tehát azért, mert az a trend, hogy van furulya, meg sport, meg nem tudom, cserkésztábor, attól nem biztos, hogy nekünk is az fér bele a mi életünkbe, és merjünk mások lenni egy picit, mint a többiek. Ez, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert mindegy gyermek más és más, mindegyiknek más az álma vágya, és természetes az érdeklődési köre. Lehet, hogy egy oldalra el tudnak menni, és tudod, hogy azt, amit én szoktam tapasztalni az embereknél, és én is beleestem még jó egy-két évvel ezelőtt ebbe a hibába, hogy ne a saját álmaimat valósítsam meg a gyerekembe, hanem ő valósítsa meg a saját álmait. Azt, hogy én csak mondok valamit, nem tudtam világbajnok kajakozó lenni, illetve evezős lenni, az az én problémám abban az időben, hogy én akkor azt nem ragadtam meg, de azt most ezt a terhet ne tegyem most már rá a gyermekemre. Azt, amit ő szeretne, az egyik legfontosabb, én úgy gondolom, és valaki képes arra, hogy kitűnő tanuló legyen alapból, leül és annyira jó az agya, hogy fogja. Valaki meg hiába ül ott, hiába próbálja ugye akár a tanulást megcsinálni, vagy akár egy nagyon jó sportba, hogy föltegyék ott egy maximális szintre. Valaki erre képes, valaki erre nem képes. Tehát ezt személyre szabottan szoktam mondani, hogy jó, akkor ezt tudjuk elfogadni, hogy ki milyen típus. És itt a szülő ne hibázzon. Az sem, hogyha túlazába engedi a gyereket már, akkor a gyereknek nincsen felelősségtudata, nem alakul ki, én úgy gondolom, és a kötelezettség sem jön úgy be az életébe, hogy ez kellene. Hát persze, terelgetni kell, de a háttérből, tehát ne előről húzza a szülő egy pórázon azt a gyereket, hanem inkább így hátulról segítse, és egy ilyen biztos bástya legyen mögötte, hogy tudja, hogy hozzá mindig fordulhat, de nem nyomja különösebben a saját irányába, hanem hogyha a gyerek valamit kitalál magának, és az egy reálisan megvalósítható cél, akkor abba támogassa, és teljesen mindegy, hogy esetleg a szülő őt egész másnak képzelt el, amikor a gyerek még a kiságyban volt kisbaba, hanem örüljön neki, hogy akkor van egy határozott elképzelése, ha viszont meg még nincsen, akkor érdemes olyan közös programokat csinálni, hogy több mindenbe belekóstolni, és akkor esetleg együtt kitalálni, hogy neki mi lenne jó. Dóri, ez a gyerek téma, én úgy gondolom, hogy ez egy örök téma marad, mert a társadalomnak iszonyú nagy nyomást tesz a külső nyomást a társadalomra, ami éri az embereket. Ez hatalmas, hogy elvárásom az, hogy az én fiam is csak mondok valamit, de nem várom el, hogy közgazdász legyen, mert szerintem nem is biztos, hogy a közgazdaság irányába fog elmenni, bár ugye nem tartom kizártnak, de meghagyom neki a területet, hogy bármiből változtasson és választhasson is majd, hogyha ő majd akar. De nagyon fontos, hogy ne a mi álmainkat hozzák létre, hanem a saját álmainkat, és nagyon tetszik, hogy a szülő nem maga után húzza a gyereket pórázon, ez nagyon jó példa volt erre, hanem az, hogy hátulról tudja terelgetni, és ez, és tudod, hogy hirtelen mi jutott az eszembe, mikor ezt mondtad, hogy gyere, gyerekem, te csak egy kutya vagy, és húzlak magam után, és nem engedek neked területet. Tehát, hogyha meg a szülő odáll a gyerek mögé, akkor a gyereknek ott az egész terület, ahol ő tud menni, és ki tudja teljesíteni a saját akaratát, illetve ki tudja használni azt a terület, ahova ő léphet. De hogyha a szülő húzza maga után a gyereket, pórázon, akkor ott már le vannak foglalva sávok, amit a gyerek nem tud megélni, illetve mindig azt várja, hogy az anyja vagy az apja lépje meg helyette a dolgokat, mert ő vezetve van. Persze, hogyha viszont hátulról segíti, akkor kitárul előtte a világ, ugyanakkor visszatérhet a biztonságos sávba is. Ha meddig előtte megy a szülő, akkor meg egyszerűen a szülőtől nem látja a világot. Így van. Legyen ez a végszó, Dóri, mert letelt a műsoridőnk. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Nagyon örülök, hogy
igaz, hogy 25 percben, de be tudtunk sűríteni ilyen jó kis témákat. Én azt gondolom, hogy mindegyik nézőnk legyen csak elég jó, és merje élni az életét, és merjen változtatni rajta, illetve megélni a mindennapokat. Én ezzel zárnám le a kis mondandónkat. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és neked nagyon sok sikert kívánok a munkádba, továbbiakban is, akár az újságírásba, akár a természetgyógyászatba, és gondolom, hogy téged is nagyon sokan fognak keresni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Így legyen, köszönöm szépen. Köszönöm, viszontlátásra, kedves nézőim.